1888-ban még nem volt tatabánya, csak a három előtt település, nem volt szénbányászkodás sem. Felsőgallán mégis úgy döntöttek eleink, hogy óvodát hoznak létre a falu gyermekeinek javára. Az óvisok, köztük az idén ballagok és az óvónők is talpig népviseletben hallgatták Schmidt Csaba polgármester köszöntő szavait, aki a jeles évfordulóra nem érkezett üres kézzel, 50 000 forintos játékvásárlási utalványt hozott ajándékba. A ballagók is kaptak ajándékot, amit tánccal köszöntek meg, egyben el is búcsúztak az óvodától. Én is ide jártam 3 évig óvodába, én is ennek az óvodának a székein és asztalainál ültem, és nagyon szerettem ebbe az óvodába járni. Azt hiszem, hogy ez is segített abban, hogy később az óvónői pályát válasszam. Mitől más ez az óvoda, mint a többi tatabányai? Én azt gondolom, hogy intézményünk arculatát a német nemzetiségi nevelés határozza meg. Nagyon törekszünk a német nemzetiségi hagyományok ápolására, őrzére és átörökítésére a következő generációk számára. Itt a gyerekek népviseletben voltak, mindenkinek van? Igen, minden gyermekünknek van népviseleti ruhája. A falu és a város ünnepségein ebben a ruhában szoktunk megjelenni, hiszen ez is tükrözi intézményünk arculatát. Németül is tudnak a gyerekek? Igen, az óvodában minden nap hallanak német szót a gyerekek. Rengeteg német verset, éneket, dalt és mondókát tudnak. Ezen kívül pedig az egyszerűbb kifejezéseket használják a mindennapokban. Nem, hogy tatabányán, szerintem országszerte ritkaság számba megy, hogy olyan óvoda, ami még működik, ilyen életkort meg tudjon élni. Mindenki tudja talán, hogy a magyar kisdedóvás óvodáztatás története világszerte rangot vívott ki magának, hiszen Európa szerte a legelsők között volt hazánk, ahol kisdedóvás megindult, illetve az óvodai képzés, illetve a gyermekek óvodában történő elhelyezése megtörtént. Egy nagyon színvonalas műsort láthattunk, amiben igyekezett az óvoda egyrészt bemutatni az elmúlt 125 évet, azt a dicső történelmi múltat, ami az óvoda mögött áll, illetve a jelent is bemutatta az óvoda, mind a 4 csoport bemutatkozott, és kicsit bepillantást nyerhettünk a jövőbe.